Uraim, kérem, fogadjatok nagy szeretettel a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnökét, Orbán Viktort. Ifjú Horváth Mihály vagyok, a 14-es számú Görgei Artúr cserkész csapat egyik kis cserkész ősvezetője, és a mai megemlékezés műsorvezetője. Műsorunk megkezdésével kérem álljunk fel, és énekeljük el az amerikai és a magyar himnuszokat. Zongorán kísér Peller Miklós, az Árpád Akadémia tagja.
20. század magyarságának sokadik drámája, a II. Világháború és következménye, majd az 56-os forradalom, annak leverése, százezreket szórt a világ szinte minden földrészére, országok sokaságába, ide is. Ez a nemzedék magával hozta a háború borzalmát, a békediktátumok igazságtalanságát, a diktatúra, az erőszak, rettenetét és gyűlöletét, de ugyanúgy a szabadságvágyat, a nemzet szeretetét, a nemzetért mindmáig vállalt felelősséget. Itt, az új hazában kezdetben a kenyérharc, helyzetteremtés, megkapaszkodás, a létért való küzdelemmel egyszerre épülni, szerveződni az amerikai társadalomban. Óriási emberi kihavás volt mindez. Ez a nemzedék tudott hátrányból erőt kovácsolni, felemelkedni és meghaladni előző önmagát. Volt idő, amikor a nyugatira szakadt nemzedék volt az igazi haza, az igazi magyar szellem képviselője. Mint emigráció, diaszporában élő magyar mindig nemzetben érzett és gondolkozott. Önben, miniszterelnök úr, ezen együvé tartozásunk eszmei és gyakorlati művelőjét köszöntjük. Hölgyeim és uraim, az 1963-ban született Orbán Viktor és barátai már egyetemista korukban felismerték annak elkerülhetetlen szükségességét, hogy le kell bontani a hazugságra és erőszakra épített diktatórikus társadalmi struktúrát. 1988 márciusában a Fidesz megalakításával már egyértelműen megbontották a pártállam monolitikus rendszerét. Orbán Viktor 1989. március 15-én Budapesten a Kossuth téren 100 000 ember előtt elmondott beszéde már az ellenzék erejének a megnyilatkozása volt. Már ekkor nyíltan kifejtette a diktatórikus rendszer felszámolásának az elkerülhetetlenségét. Az igazi nagy lélektani fordulópont pedig 1989. június 16-a Nagy Imre és Mártír társainak újra temetése volt. Lélekben ekkor szabadult föl a nemzet a szovjet jelenlétre támaszkodó kommunista diktatúra alatt. Orbán Viktor 26 éves volt, amikor a temetésen a magyar ifjúság nevében, de ugyanakkor egy új politikai szervezetnek a képviselőjeként így szólt. Mi érthetetlenül állunk azelőtt, hogy a forradalmat és annak miniszterelnökét nemrég még kórusban gyalázók ma váratlanul ráébrednek, hogy ők Nagy Imre reformpolitikájának folytatói. Azt sem értjük, hogy azok a párt és állami vezetők, akik elrendelték, hogy bennünket a forradalom meghamisító tankönyvekből oktassanak, ma szinte tülekednek, hogy mintegy szerencsehozó taliszmánként megérinthessék ezeket a koporsókat, mondta. Orbán Viktor ekkor egy nemzetet ösztönzött arra a televízió nyilvánossága előtt, hogy merjen maga lenni, merjen bátor és kemény lenni. Ne hálálkodjon, hanem tartson igényt elemi emberi jogaira, egyéni és nemzeti szabadságára, függetlenségére és a szabad demokratikus választásra. Ha hiszünk a magunk erejében, képesek vagyunk véget vetni a kommunista diktatúrának, ha elég eltökéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak. Ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméit, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalanul megkezdéséről.
Ha van bennünk elég mersz, hogy mindezt akarjuk, akkor, de csak akkor beteljesíthetjük forradalmunk akaratát. Senki sem hiheti, hogy a pártállam magától fog megváltozni. Orbán Viktor beszédében a magyar nemzet emelkedett föl. Nem véletlen lett ennek a beszédnek óriási visszhangja a lelkekben. Azt mondta ki Orbán Viktor, ami a megfélemlített nemzet legbensőbb igénye volt. Arra ösztönözte nemzetét, hogy merjen bátran cselekedni szabadságért és függetlenségéért. Ez a beszéd megállíthatatlanul vezetett a politikai rendszerváltáshoz, a köztársaság kikiáltásához, a többpárt rendszerhez, a demokratikus választásokhoz, a függetlenséghez és október 23 nemzeti ünnepé emeléséhez. A választások eredményeképpen 1990-ben, majd 94-ben parlamenti képviselő, 98 és 2002 között miniszterelnök. Ez elindulás volt a polgári, keresztény, nemzeti érdekrendek útján. Ezen évek alatt és ezt követően számos nemzetközi kapcsolat része, alelnöke a Kereszténydemokrata Internacionálénak, az Európai Polgári Néppártnak. 2002 óta újra parlamenti képviselő, ennek a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek. Számos európai és amerikai kitüntetés mellett megkapta a francia köztársaság érdemrendjének a nagy keresztjét. Az érdemrendek mellett a legnagyobb gratulációk és jókívánságaink az ötgyermekes Orbán Viktor családapának szól. Az 1989 év óta eltelt másfél évtized azt is megmutatta, hogy a diktatúra évtizedei hatalmas lelki, szellemi károkat okoztak az emberekben. Még nagyon nagy munkára és bölcsességre, erőre, politikai tisztánlátásra van szükség ahhoz, hogy szent forradalmának eszméihez méltóan éljen a nemzet. A nemzeti felelősséget nemzeti szétszórtságunk is sokszorozza, hiszen az elszakított és nemzeti létében veszélyeztetett kisebbségi magyarság és a nyugatra szóródott magyarság számára is egy erős karakterű, kemény tartással rendelkező, életakarattal áthatott nemzet adhat közösségi létbizalmat. Mindenhez olyan politikus személyiségre van szükség, akikben erkölcs és tehetség találkozik. Ezért is köszöntöm nagy tisztelettel Orbán Viktor miniszterelnök urat és politikus társait. Óriási tettet hajtottak végre, de az igazán nagy próba még most következik. A magyarságnak nagy szüksége van bátor és bölcs politikusokra, olyan erkölcsileg és hiteles emberekre, akik visszaadhatják a nemzet életakaratát és igazi szabadságát. Isten hozta Orbán Viktor Clevelandbe.
magyar emigráns irodalom legfájdalmasabb mondata így hangzik. Idézem. Búcsúra bocsánatot kértünk egymástól, ő azért, mert otthon maradt, és én azért, mert elutaztam. Két magyar beszélgetett így, valahol, valamikor az elmúlt 101 néhány esztendőben Magyarországon. Talán 1890-ben, vagy 1920-ban, de meg lehet 1945-ben. És 100 000 beszélgettek így 1956 telén. Az egyik magyar elmegy, és bocsánatot kér a másiktól azért, mert elmegy. A másik magyar marad, és bocsánatot kér az elmenőtől azért, mert otthon marad. Máté Szalkán, Miskolcon, Kolozsvárod, Székelyudvarhelyen, Szabadkán, Kaposváron, vagy éppen Budapesten. A két magyar beszélgetésében benne az egész magyar szenvedéstörténet, a 20. század magyar passiója. Hány ezren, hány százezren búcsúztak így egymástól magyarok a magyar világban? Bizony ilyen volt a világháború utáni Magyarország is. Az elmenekülőt és a maradót is kivetette magából. Ez volt a vesztes, szomorú, megkínzott Magyarország, amely csak nevében élt és csak nevében hasonlított önmagára. S talán még azokban az emberekben, akik hittek benne. Akik meghurcoltatva, hazugságokba kényszerítve, akár elmenekülve, akár maradva, megőrizték a szívükben. Így magyarok és magyarok között akár sok ezer mérföldes távolságból is közös maradt a honvágy, a vágyakozás az igazi haza után. Aki elment, a hazától, a szülőföldtől búcsúzott el. Aki maradt, a szabadságtól. Volt hát mit megőriznünk és átmentenünk egymásnak. Az anyaországiak vigyázták a földet, a haza fizikai valóságát, a mindig hűséges földrajzi Magyarországot. A távolra vetődöttek pedig az erős, büszke és szabad lelki Magyarország reményét. Mondják, búcsúzni olyan, mint egy kicsit meghalni. Magyarország is minden elbújdosott fia után egy kicsit meghalt, lelkéből valami végérvényesen kiszakadt. 1956. októberének szétszórattatása után pedig minden egyes kiszakított honfitárs megannyi, újra és újra magát ismétlő, egyszemélyes Trianon volt. A levelt forradalommal a szabadság is oda lett, az 1956 utáni nemzedéket, a mi nemzedékünket pedig felejteni nevelték. Azt akarták, hogy felejtsük el a nemzet történelmi, földrajzi nagyságát épp úgy, miként a nemzet határokon túlnyúló kiteljesedését. Talán ezért is olyan csodálatos élmény látni, hogyan készültek önök 1956 megünneplésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves clevelandi magyar barátaim! Tisztelt Sándor atya, a Szent Imre plébánia közössége, kedves magyar cserkészek! Tisztelettel köszöntöm önöket, és köszönöm, hogy meghívtak, és itthon lehetek ezen a szép ünnepen, magyarok között itt Clevelandben. A hozzám hasonló, ide látogató, messziről jött magyarnak az első gondolata talán ugyanaz, ha az önök ünnepi készülődését látja. Október 23-a az egyetlen olyan nemzeti ünnepünk, amelynek gyökerei régebbre nyúlnak vissza, amelynek hagyományai gazdagabbak itt a tengeren túlon, mint otthon Magyarországon. Tudjuk az okokat. Az ide érkező és itt Amerikában menedékre, otthonra lelő magyarok magukkal hozták, féltett kincsként őrizték a lelkükben emlékeiket, és nem felejtették az 1956 sűrű napjaiban a magyar rádióban elhangzó kormányzati proklamációt, mely a következőképpen hangzott. A magyar nemzet előtt kijelentem, és az egész világ előtt, hogy ezek a fiatal emberek, katonák és munkások, akik velünk harcoltak, nem csak érdemesek az 1848-as márciusi ifjak nevére,
de túltettek 1848. március 15-én is hősi harcukkal. Amit a magyar nemzet tehet, az az, hogy azt a napot, amikor a küzdelem megindult, nemzeti ünneppé nyilvánítja a hősi harcok emlékére. Köszönet érte önöknek, tisztelt clevelandi magyarok. És köszönet az Egyesült Államoknak is, hiszen az amerikai kormány és az itt élő vendégszerető és igazság szerető emberek jó indulata is kellett ahhoz, hogy önöket és az önök szüleit lassan közel fél évszázada befogadják. Miként ahhoz is, hogy ma itt együtt lehessünk, hiszen az amerikaiak eltökéltsége és jelentős áldozat vállalása nélkül talán még ma is orosz megszállás alatt szocializmusnak csúfolt rendszerben élnénk, egy olyan rendszerben, ahol a szabadság és a demokrácia hívei csak hazájukon kívül lelhetnek otthonra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves clevelandi magyarok! Amikor önökhöz készültem, azon gondolkodtam, vajon mi lehet az igazi célja egy ilyen közös megemlékezésnek. Talán az, hogy az évente megrendezett ünnepségekkel ne hagyjuk elhamvadni a történelem parazsát? Vagy talán az, hogy a nemzetet megrázó és egységbeforrasztó esemény nevében összejöjjünk, néhány órát egymásnak szenteljünk, és azokra is gondoljunk, akik ma nem lehetnek velünk. Vagy talán az, hogy figyelmeztessük egymást, mit kell elkerülnünk a jövőben, mitől kell megóvni nemzetünket. Nos, az igazság az, hogy talán mindhárom cél egyszerre vezetett ide bennünket. De azt hiszem, van még egy fontos, és első pillantásra talán túlságosan is kézenfekvő célja annak, hogy évente összejövünk emlékezni, mégpedig az, hogy minden alkalommal újra és újra körüljárjuk, felelevenítjük ugyanazt az eseménysort. S valóban, hányszor és hányszor gondoltuk már végig újra saját személyes életünk fontosabb történéseit? Hányszor és hányszor adtunk új értelmet személyes sorsunk fordulópontjainak, hosszas vívódás után meghozott döntéseinknek? És így hányszor és hányszor tapasztalhattuk meg a személyes életünkben, hogy még az idő előre haladtával életünk megannyi eseménye ugyan kihull emlékezetünk rostáján, a részletek fogyatkozása nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebbet értünk meg a múltból. Nincs ez másképp egy nemzet életében sem. Ezért fontos és hasznos, ha sok-sok emberöltőnyi távolságból szemlélve a jelen történéseinek és az új táblatok megnyílásának fényében is újra gondoljuk történelmünk alakulását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, gondoljunk csak bele, mi lenne velünk, ha a Szent Istváni Magyar Állam 36 emberöltőnyi élete során nem gondoltuk volna végig újra és újra a múltunkat. Mi lenne velünk, ha eleink nem találtak volna értelmet a sokszor pusztán öncélúnak látszó, véráldozatokkal járó tragédiákban, melyekből fölös számmal akadt történelmünk során. Bizony, ha nem hívtuk volna segítségül újra és újra történelmi emlékeinket, talán csak porfelhő lennénk, melyet egy hajdan volt nagy nemzet vert fel a történelem országútján. Akkor, kedves barátaim, még szenvedés történetünk sem lenne, mert nem lenne emlékezetünk, melyben a múltat azért őrizzük és azért elmélkedünk róla, hogy megfejtsük a jövőnek szóló üzenetét. Hány és hány nemzedék élte le az életét meggyőződése szerint szerencsétlenségben? Hányan látták úgy eleink, hogy kiúttalan labirintusba, vége érhetetlen rengetegbe jutottak? Gondoljunk csak 1948-49-re, amely talán a legrokonabb 1956-tal. Vajon a világosnál fegyverüket és zászlójaikat zokogva földre hajító honvédek hihették-e, hogy harcuk tovább folyik más eszközökkel? Hihették-e, hogy 20 év múltán az uralkodót majd kiegyezésre fogják kényszeríteni? Hihették-e, hogy 30 év múltán lesz majd egy olyan Magyarország, amely történelmének soha nem látott gyarapodását éli majd? Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Vajon a mi szüleink, a mi nagyszüleink hogyan gondolkodhattak a saját kilátásaikról? Vajon milyen világban hihettek a második világégés után 1945-ben?
régi tapasztalat, régi bölcsesség, hogy a győzelmet nem az hitelesíti, hogy jó ügyért harcoltunk-e, hanem az, hogy a győztesek milyen rendet hoznak létre, miután letették a fegyvereket. Ezért lett 1945 felszabadulásból szovjet megszállás. S valóban a II. Világháború után bejött hazánkba a másik szocializmus, a nemzeti unokatestvére, a nemzetközi, a bolsevik. És a világ megtudhatta, hogy annyi közöttük a különbség, mint a déli és az északi sark között. Elfoglaltak mindent, üldözték a gondolkodó embereket, megnyomorították a falusi gazdákat, papok és hívők tízezreit zárták börtönbe. Ahogy Hambas Béla írta, idézem őt, 1945 tabula rasa volt, a múltat a tábláról letörölték, ám ahelyett, hogy elkezdtük volna építeni az Isten országát, megidéztük az Antikrisztust. Szüleink, nagyszüleink, ha hallhatták volna, igazat adtak volna a híres magyar történésznek, aki azt mondta a kisgazda Kovács Imrének, hogy ez itt egy új török hódoltság, s addig tart, amíg a Szovjetunió fennáll. És mégis 1956. október 23-án az elkeseredettség és a szilárd hit, hogy létezik egy másik, szemmel nem, csak szívvel látható Magyarország, nos ez az utcára vitte az embereket. A hit és a remény, hogy létezik egy másik, egy szabad, független, gyarapodó Magyarország, ahol az emberek nem rettegnek a besúgástól, hanem bizalommal fordulnak egymás felé. Nem az irigység, hanem a másik sikere feletti öröm. Nem az osztályharc, hanem a szeretet tölti el a lelkeket. Hosszú harc volt ez, kedves clevelandi barátaink, és évtizedekig úgy hittük, elbukott. Számosan talán azt is gondolhatták, hogy felesleges, hogy értelmetlen áldozat volt. De végül, 34 év múltán, a szovjet hódoltság megszüntekor, Magyarország újjászületésekor beteljesedett Márai Sándor versének jóslata. Idézem, angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Kedves barátaim, ma már nem csak az 1956-os szabadságharcra való emlékezés jogát szereztük vissza. Az is megadatott, hogy úgy tudunk erre a történelmi, drámai megfogyatkozásra is tekinteni, mint ami végső soron erősebbé és gazdagabbá tesz bennünket. Mert azok, akik kiszakadtak a szülőhazájukból, saját magukkal együtt a nemzetből is elmenekítettek egy darabot. És ezzel a térképet meghazudtolóan hatalmassá tettek egy kicsinek mondott országot, amely ma lélekben hódítás nélkül is Buenos Aires-től Zürichig és Sydney-től Clevelandig ér. Egykori fájdalmunk ma az egyik legnagyobb kincsünk. Magyarok élnek a világ minden égtája felé. Ha úgy tetszik, ez a mi különös flottánk. Milliónyi magyar hajó nemzetközi vizeken. Kedves barátaim, tudjuk jól, mit mondott az evangéliumban a mester a tanítványainak. Ha ketten vagy hárman összejöttök a nevemben, én ott leszek veletek. Valahogy így van ez a hazával is. Ahol magyarok ketten, hárman összejönnek, mindjárt ott érződik az egész Magyarország, minden színével, minden ízével és minden erejével. Hiszen mutassanak Amerikában egy olyan zugot, ahol ne találnánk legalább 2-3 olyan embert, aki magyarul álmodik. Ezért vagyunk most itt, önök között, sok ezer kilométerre otthon, vagy innen nézve, sok ezer mérföldre az anyaországtól, ezért érezhetjük magunkat itthon, önök között. Magyarország tehát, kedves barátaim, kétséget kizáróan határtalan. A térképeken talán nem. De mi nekünk, akik nem rajzoljuk a térképeket, hanem élünk bennük, nekünk egészen biztosan határtalan Magyarország. 1956. október 23-án, tisztelt hölgyeim és uraim, a remény győzedelmeskedett. Mindannyian tudjuk, hogy a magyarság történelme során újra és újra elérkezett az a pillanat, amikor új,
mélyebb összefüggésekben jelentek meg a mögöttünk hagyott múlt eseményei. A gondviselés kegyelméből mindig följutottunk arra a magaslatra, ahonnét az addig megtett út minden lépése új értelmet nyert, és ahonnan a folytatást is megláthattuk. Kedves clevelandi barátaim, ma is ilyen időket élünk, ma is ilyen magaslaton állunk. A szovjet birodalom bukásával és a globalizáció hódításával olyan korszakba léptünk, amikor a nemzeti sorskérdések többé már nem egy helyen, a nemzeti keretek között szerveződő állam határain belül dőlnek el, hanem a világ számos különböző pontján. Ezért ma már nem az a feladatunk, hogy az állam határai közé próbáljuk összegyűjteni a nemzeti közösség valamennyi tagját, hanem az, hogy valamennyi helyen, ahol a jövőnket befolyásoló döntések születhetnek, nos azokon a helyeken mind ott legyünk. Kedves barátaim! Ez idáig egy nemzet súlyát, befolyását és képességeit négyzetkilométerekben, népsűrűségben, lakóinak számában mérték. Ma pedig abban, hogy a világ jelentősebb központjaiban hogyan tudja magát képviselni. Ugyanis sorompók helyett immár nyelvek és kultúrák hálózata tagolja az egész nyugati világ térképét. Ezért is válhat a földdarabolt, a szétszóratott, a visszanyesett nemzetből befolyásos, egységes és erős magyarság. Olyan összetartó nemzet, amely tudja, amennyire a nemzet tagja védelmezi a nemzetét és ragaszkodik hozzá, annyira képes a nemzet védelmezni a hozzátartozókat. Ez nem csak alapvető érdeke, de erkölcsi kötelessége is. Bárhol is érje bántódás a magyart azért, mert magyar, a nemzet képviselőinek és az egész nemzetnek egy emberként kell kiállnia mellette. Iván Mária és testvére Árpád ugyanannak a falunak voltak a lakói egész életükben, és mégis csak kétszer tudták megölelni egymást az elmúlt 60 év során. Ők annak a felvidéki magyar falunak a lakói, amelyet 1944 óta a mai napig vasfüggöny vág ketté. A magyar lakta Szelmencet Sztálin csapatai felosztották Csehszlovákia és Szovjetunió között, és azóta is szögesdrót kerítés és őrtorony választja el az ugyanahoz a faluhoz tartozó embereket egymástól. A kongresszusi magyar lobby kezdeményezésére az amerikai magyarság kampányt kezdett Szelmencért. Kérték kongresszusi képviselőiket, segítsenek a ketté vágott magyar lakta falun. Ennek köszönhetően a kongresszusi magyar frakció tagjai levélben fordultak a szlovák miniszterelnökhöz és Ukrajna elnökéhez. Ezután Szelmenc ügyében kongresszusi meghallgatást is tartottak a képviselők még áprilisban, majd az Európai Unióhoz fordultak. Egy hónappal később Ukrajna és Szlovákia döntést hozott egy szelmenci határátkelő megnyitásáról. Bizakodjunk, hogy így is lesz. And at this point I would like to switch to English to express my gratitude to Congressman Ernst Istok and Tom Lantos for their leadership in establishing the Hungarian-American Caucus. I would also like to thank every member of the caucus for helping people who are so close to the hearts of Hungarians in America and abroad. Their actions on Capitol Hill echo all around the Carpathian Hills, sending an encouraging signal for the Hungarian people. Thank you very much. A régi, már mögöttünk hagyott és a most előttünk megnyíló új korszakot önök kötik össze. Hiszen a mi nemzedékünk a nagy és nehéz idők tanúi nélkül sohasem foghatta volna föl annak értelmét, ami velünk magyarokkal történt az elmúlt 50 esztendőben. Nemzetek ugyanis elveszíthetnek területeket, városokat, gyárakat, színházakat, egyetemeket. De a felnövekvő fiatalság számára a legfájóbb
és legsúlyosabb veszteség az előtte járó nemzedék példaadó nagyjainak elvesztése. Márpedig velünk ez történt a II. Világháború után. Mi elveszítettük őket, de vissza is kaptuk. Így fordulhatott elő, hogy mi, a nagy idők után születettek, együtt dolgozhattunk a néhai Varga Laci bátyánkkal, és ma közösen formálhatjuk az egységesülő magyarság jövőjét Horváth János barátunkkal, aki itt van közöttünk. Aki majd 50 évvel ezelőtt érkezett ide szándékai szerint 3 hétre, hogy támogatókat szerezzen az 56-os forradalom ügyének, 41 év lett belőle. Ma pedig 1998 óta tagja a Magyar Parlamentnek, és együtt ül a Fidesz parlamenti frakciójában olyanokkal, akik 1956-ban még meg sem születtek. A jóisten éltessen téged, János, s nemzedéked minden tagját. Jó egészséget! Kedves barátaim, az amerikai magyarokat, önöket és az önök gyermekeit is ugyanígy szeretnénk visszakapni. Nőjön össze ismét az, ami összetartozik. Mert mi, anyaországi magyarok jól tudjuk, nem önök hagyták el Magyarországot, hanem Magyarország hagyta el önöket. Mi tudjuk, hogy mindezek ellenére... önök nem szűntek meg magyarnak lenni, hiszen ahogy Neumann János, Teller Ede, George Cukor vagy éppen Nagy Ferenc, önök is valamennyien a magyarság szellemi örökségét gyarapították és gyarapítják. Ezért, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves clevelandi magyarok, önöket is megilleti az az ajándék, amelyet az 1000 éves Magyarország minden települése megkapott az úr 2000. esztendejében. Meg is mutatnám önöknek, ha most megkapnám. Most a mai ünnepi alkalomra egy zászlót hoztam önöknek. Fehér, nemzeti színekkel és Magyarország címerével ékesített zászlót. Azt a zászlót, amelyet a magyar államiság 1000 éves ünnepén, a magyar keresztény magyar állam 1000 éves ünnepén minden település megkaphatott. Kérem, nézzék meg jól ezt a zászlót. I. és Gyula egyszer azt írta, hogy 1000 esztendőt még nagy népek is csak csodák révén élhetnek meg. Nos, ez a milléniumi zászló ezt a csodát beszéli el annak, aki tud olvasni a jelképekből. Nézzék csak meg, rajta van szinte az egész magyar történelem. A piros-fehér sávok a dicső Árpád-kor emlékét idézik meg, a kettős kereszt 3. Béla idejéből való, a szélét pedig piros-zöld pártázattal díszítettük fel, éppen úgy, ahogyan az első pesti honvéd zászló vagy katonái tették több mint 150 esztendővel ezelőtt. És a fehér szín, tisztelt clevelandi magyarok, nem csak a tisztaságra, hanem az összetartozásra is emlékeztet bennünket. Azt mondják a nálam avatottabbak, zászlókhoz jobban értők, hogy bizonyos zászlóknak azért fehér az alapszíne, mert miután eldördültek az ágyuk és puskák a korábbi évszázadok csataterein, olyan sűrű füst gomolygott a harctéren, hogy csak a fehér lobogókat lehetett észrevenni. Valószínű, hogy egy-egy ilyen fehér zászló emberéletek ezreit is megmenthette, és segített minden katonának, hogy az övéi közelében maradhasson. A milléniumi zászló ma is az összetartozás jele, de most nem hadba hív, hanem békére int. Ez a zászló tehát egybefogja a magyar állam 1000 esztendejét. Van azonban valami ezen a zászlón, ami talán még ennél is beszédesebb. És ez a másik oldala. Kérem, nézzék meg ezt is jól, ez az oldal ugyanis üres. Ez az oldal a pessimisták szerint üres. Az optimisták szerint azonban várakozik valamire. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez az oldal a magyar nemzet következő 1000 esztendejére várakozik, ami még előttünk áll.
az oldalra nekünk kell megírni a történelmet, ezt az üres oldalt nekünk, magyaroknak kell megálmodnunk, Budapesten, Kolozsvárot, Munkácson, Pozsonyban, Szabadkán, Sydneyben, itt Clevelandben és szerte a világon, ahol magyarok élnek. Kedves barátaim! Kedves barátaim, tisztelt clevelandiek! Úgy érzem, hogy az emigráció története beteljesült. Célját elérte, és küldetését is teljesítette. De az önök, gyermekeik és unokáik élete természetesen itt folytatódik. Ám emigránsokból, disszidensekből önök és az önök leszármazói már magyar állampolgárok lehettek, és remélem lettek is. Mint ahogyan a szétszórt magyarok sem emigrációban élnek már, hanem diaszpórában. Ami pedig ránézésre csak diaszpórának tűnik, az valójában világmagyarság. Egy készülődő, egy világnemzet ígérete. Azért van szétszórva, hogy ott legyen a világ minden pontján, ahol döntések születnek a magyarok jövőjéről. És azokat a döntéseket a magyar nemzet érdekében reményeink szerint majd sikeresen befolyásolja is. Kedves barátaim, új időszámítás, új gondolatok, új formák, új módszerek. Széchenyi István egyszer azt mondta, magyarnak lenni páratlan élmény, de nem kifizetődő dolog. A mi célunk, kedves barátaim, hogy az elveszített 20. század után, amelyben a magyarságot folyamatos méltánytalanságok, hányattatások, jogtalan hátratételek érték, a most beköszöntött 21. században már ne csak felemelő élmény legyen magyarnak lenni, de sikeres, kiszámítható és gyermekeink számára biztonságos életet jelentsen az egységes magyar nemzethez tartozni. Kedves vendéglátóink! Felemelő érzés nélkül természetesen magyarnak lenni sohasem lesz kifizetődő dolog. Közösség nélkül, melyből vétettünk, s melyhez tartozunk, nincs magyar karrier. Egy karrier nem akkor magyar karrier, ha egy magyar származású ember magas ívű pályát fut be, és eljut a világhírig. Egy karrier azáltal lesz magyar, hogy a sikeres ember saját sikerét, a magyar közösség, a világmagyarság szolgálatába is állítja. Igaz az is, hogy persze pusztán felemelő érzésekből teljesítmény nélkül nem lehet fennmaradni. Azzal kezdtem, hogy a magyar emigráció története passió történet. Azzal fejezem be, hogy a világmagyarság története az újrakezdés, a feltámadás története. Kedves barátaim, két arcú korban élünk, az úgynevezett globalizáció korában. Ez egyrészt a természetes közösségek, a család, a nemzet, az egyház ellenfele, mert azzal szédít, hogy csak akkor lehet sikeres, ha kizárólag egyénileg gondolkodsz és tervezel. Másrészt a globalizáció olyan eszközöket ad a kezünkbe, amelyeken keresztül a Sydneyben, a Kolozsvárot, a Budapesten és a Clevelandben élő magyar egy adott pillanatban ugyanazt gondolhatja, ugyanazt mondhatja, ugyanazt láthatja, és ugyanazért az ügyért cselekedhet. A globalizáció korábban, ha akarjuk, de csak akkor, ha akarjuk, a technika eszközeivel könnyebben szervezhetjük meg a világmagyarság közösségét, mint bármikor valaha történelmünk során. És hogy ez mit jelent, arra már is mondok önöknek egy példát. 2006, az 1956-os forradalom 50. évfordulója, a magyarok éve, a magyar példa éve lehet az egész világon. 1956-ban példát adtunk a világnak bátorságból. Egy nép, nem a legnagyobb, de nem is a legkisebb, fölkelt egy világbirodalom ellen, minden észszerű számítást keresztül húzva kivívta, ha csak néhány napra is a saját szabadságát. 2006-ban ez a nép megmutathatja az egész világnak, hogy mit jelent a bukásból, a szenvedésből erőt meríteni, újra fölkelni, föltámadni és új rendet építeni, amely minden magyarnak javára válik. 2006.
Legyen a magyar példa éve, ahogyan 1956-ban is az volt. Mutassuk meg a világnak azt, amiben a legjobbak vagyunk, az újrakezdés példáját. Azt hiszem, az egész magyar történelem valójában egyetlen szóban összefoglalható, mely úgy hangzik, mégis. Jöttek a törökök, s mégis. Jöttek a németek, s mégis. Jöttek az oroszok, s mégis. Nem jöttek az amerikaiak, s mégis. És mégis. Szétszóradtunk, s mégis. Mégis együtt vagyunk, együtt maradunk, együtt akarunk sikeres magyar közösség lenni a 21. században. Azt kívánom, hogy ehhez adjon a Jóisten minden amerikai magyarnak sok erőt, jó egészséget. Kívánom, adjon mindannyiuknak jó szomszédot, hűséges társat, adjon mindannyiuknak bő gyermekáldást, és adjon boldog családot is. És adjon bölcsességet, hogy szívünkbe fogadhassuk Márai intelmét, mely így hangzik: Magyarországot nem az álhazafias mágia alkotja meg újra, hanem a munka, a józanság és az akarat, a halálmegvetés és a nagylelkűség. Így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! Szeretnék annyit szólni. Köszönöm Orbán Viktor miniszterelnöknek ezt a zászlót, hogy elhozta hozzánk. Reméljük, tiszteletben tudjuk tartani, őrizni és ünnepeinken fölmutatni, különösen azokat a reményeket, amelyeket a tiszta oldalhoz fűzött, hogy a 21. századtól 3000-ig meg tudjuk valósítani valóban, hogy nemzetünk nagy legyen. Az erkölcs alapokon és a Szent Isvári törvényeken alapuló Szent Magyarország legyen újra. Ezért kérem minden testvéremnek az imádságát és kitartó munkát, aki tehet a magyar nép jövőért és hónapjaért. Köszönöm szépen! Befejezésével álljunk fel és mondjuk el együtt a Hiszek egyet, és énekeljük el a székely himnuszt. Csak hiszek, hiszelek. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy Isten jövőről igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Yeah.
közösség nevében köszönjük szép számú jelenlétüket a mai 1956-os programunkon. Kérjük a középső kiállatot szabadon tartani az elnök úr távozásának. Kívánok mindenkinek további jó munkát és jó éjszakát!